Na, sziasztok srácok, elérkeztünk egy következő videóhoz, és hogy a napi dupla mini filmdoboz videóban nem lítettem, ma megnézünk egy nagy filmdobozt szintén a meccsatagzból, ezt a finishert, finishert nagy filmdobozt hoztam el a harmadik bontásait a mai nap, úgyhogy srácok, szokásos intro, és utána nézzük meg a filmdoboz tartalmát. a srácok, nagy film megnéztünk már kettőt, ha megforítjuk akkor pontosabban a Wonder illetve a Commanders-t, most megnézzük a Finishers-t, aztán megnézzük a Playmakers-t. Nagy doboz. négy darab exkluzív kártya van mindegyik nagy van. mellette 66 kártya, 28 csomagonként, filmdobozonként a relikvia kártyát lehet nyitni, ami lehet cipődarabos, mezdarabos, vagy éppen ilyen érme, tártya is, ami ugye a tavalyi B jel döntőre készült, ilyen kis emlékérme van benne. Nem fűzök sok reményt, hogy nyitunk ebből valamit, bár azért nagyon reménykedem, ugye ebben van a négy ö, támadó, igazából van itt egy Lewandowski, egy Benzema, egy Harry, illetve egy Mbappé mint befejező játékosok. És srácok, köszönöm szépen a kollektornak a lehetőséget, hogy megnéztetem ezt a Finishers nagy minden filmdoboz, multipak, meg multipak, kezdőcsomag, gerinces albummal, megtalálható a kollektor.hu. Szokásos topszos csomagolás, ugye? Szokásos topszos nagy igazából már elégszer néztük ezeket körbe. Azt mondom, hogy bontsuk itt ki a tetejénél, vegyük ki a nagy azért van súlya, van súlya és újra fémből készült, és nagyon szép mindegyiknek ez az egyedi dizájnja is. Szedjük le, le is jött, és van itt nekünk három csomag, akkor nincsen benne relikvia, mert ugye, ha van benne relikvia, akkor négy csomag van benne, de hát azért nem lehet minden videóban mezdarabos vagy egyéb ilyen komolyabb kártyát kérni. Na nézzük, itt van a limitáltas csomag, itt lesz egy árzenál már át Látszik úgy a csomagon, szokásos fehér csomagolás. Nézzük először ezt, ha már ez maradt a kezembe. Na nézzük, hogy mi lesz itt. Van egy szeltikes játékos, aztán Rangers logó, utána egy Sangari, egy Jeko, van itt egy kristál paralel porró, szépen félretesszük, egy Körzuma, aztán egy Kunya, depál, itt meg van fordítva, egy Heritage Forsberg, aztán van még egy blind az Ajaxból, Radecki, Moreno, egy százklábbos Mbappé, nagyon szuper, beadta most is, hát hiszen nincsen meccsatax videó százklább nélkül. Van egy Kamavinga, egy Lodi, Hazard, Gravenberg, PSG logó, Foden, United logó, illetve Sánchez, ami sima kártyákat illeti, és hát nem pont sima, mert van itt egy Heritage, illetve majd a, itt is lesz a végén, még sima alap, na de Cobel Stapper, sérült kártya, Ben White Jimenez Warrior, van még egy Kimmy Warrior, Inforcer Cassie, Styler Brandt, és hogy vannak most itt ezek? Next Gen a Rómából, legenda, bárézi, nagyon király, azért őt is félretesszük, megfordítjuk, ezt is Next Gen Miranda, van még egy végül, Nunes, illetve Anderson a Lációból. És szerintem egész jó kártyák jönnek. Nézzük is a következő ilyen fehér csomagot, hogy mik jönnek. Ugye az logót már láttuk csomagon keresztül. Van egy Trent Alexander Arnold, Álvarez, Gnabry, Nuno Mendes, Costa. Van itt egy Immobile Captain kristál Parallel kártya.

mattosabb kromcsillogáson láttam, hogy mi fog következni. Hát beadott egy újabb Top chrome a csomag. Gerard Moreno Top Scrum kártya. Ez hihetetlen. Nagyon imádom, hogy lehet ilyen prémium lapokat nyitni. Nagyon durva jól néz ki, és hogy becsillanott. Eszméletlen. Ferrati, Modric, Harry van egy Ronaldo, egy Vini Junior, Mark André Ter Stegen, csillogosok megfordítva, Vlahovics, utána egy csálobá, illetve van még egy Tony Cross Signature Style, és még van kettő alapkártya, egy Milan logo, illetve egy Shurs még az Ajaxból. Úgyhogy elérkeztünk az exkluzív limitáltas csomaghoz. Na, valahogy. Már nem tudom kibontani, na csak sikerült. Kódos kártyát félretesszük, és nézzük is, itt van Harry Kane Finisher, aztán Benzema, szintén finisher, egy Mbappé, illetve Lewandowski még Bayern lesz benne, mindegy. Úgyhogy a srácok, hát ez lett volna ez a finisher nagy filmdoboz, szerintem egész jó kis nagy filmdobozról van szó, főleg az exkluzív kártyák mi a Top is nyitottunk, azért jöttek itt ritka legenda, legenda, a vagy akár kristál paralel kártyák. Ha srácok, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, holnap találkozunk egy következő videóban, addig is tegyetek jók, sziasztok!